Sziasztok fiúk, lányok! Csonti vagyok, ez pedig első látásra a Driftland The Magic Revival, ami egy korai hozzáférésű, fekiteki stratégia, tehát felfedezünk, kiaknázunk, terjeszkedünk és kiírtunk majd más fajokat. Mindez pedig a változatosság kedvéért most nem skifi, hanem fantasy köntösben tehetjük majd meg. Úgyhogy vágjunk is hozzá. Van itt egy egyjátékos kampányunk, és hát hangsúlyoznám, hogy ez jelenleg korai hozzáférés, tehát nagyon sok minden még változhat, illetve nincs is benne még számtalan dolog. Többek között a négy fajból jelenleg csak kettő elérhető, ezek az emberek és a night elfek, aztán később jönnek majd még a törpök és a normál elfek is, és ez a négy faj azért több dologban is különbözik egymástól, és az építészeti stílusok is látványosan eltérő, de amit itt most az embereknél látunk, hogy őnekik a főépületük plusz egy fejlesztést kaphat, és ezáltal gazdaságilag sokkal erősebbek lehetnek, míg a Dark Elfeknél az egységeket lehet jobban fejleszteni, tehát kvázi erősebbek a harcosaik. Na jó, szerintem kezdjünk el az emberekkel egy játékot, és akkor röviden a sztori annyi, hogy réges-régen mágusok uralták Driftland térségét, akik hatalmas nagy háborúkat vívtak, és ez a háború gyakorlatilag elpusztította a földet és utolsó varázserőket felhasználva megpróbálták stabilizálni a haldokló világot, és ennek az eredménye, hogy ilyen rep repülő szirtek formájában létezik most már így az egész világ, és a mi feladatunk, hogy ezeket a repülő szirteket az uralmunk alá hajtsuk. Közben a mágia jertűnt hosszú időre, mert elhasználták a varázserejüket, hogy így megmentsék a világot, de most újra úgy tűnik, hogy visszatérőben van a varázserő, és hát uh, itt jövünk be mi a képbe, tehát mi is egy ilyen varázslót személyisítünk meg, aki megpróbálja hát elragadni a hatalmat, és uralma alá vonni így a világot, legalábbis ami marad belőle. Na, és akkor itt volnánk, nézzük, hogy mit látunk itt, ez itt a főépületünk, a kastély, ezt kell minden áron védeni, és mi pedig ezt tudjuk fejleszteni, tehát minden innen indul ki, és hogyha nyerni akarunk az ellenfélnek a kastélyát, kell majd levernünk szép fokozatosan. Hát nem nagyon tudom leállítani az időt, de le tudom lassítani eléggé, úgyhogy hogy lássuk, hogy mit látunk. Balassó sorokban a különféle épületeket látjuk, itt több kategóriával osztva, tehát így a, az infrastruktúra, a termelőépületek, katonaépületek és a hidak. Ez majd a szigetek összekötésénél lesz nagyon fontos, hogy hidakat létesítsünk. Itt középen vannak a varázslatok, ezek is több osztályba sorolhatók, tehát támadó varázslatok, tűzlabdák, jégeső, villámcsapás, tornádó, akkor ilyen felderítő varázslatok. Például ezzel a szemmel így bekukkanthatok ide a köd mögé, és akkor látom, hogy itt mi van ezen a szigeten. És akkor itt mindjárt megjelenik ez a szemgolyó, és itt fog nekünk majd pislogni jól. De tudunk majd el majd teleport kaput is felhúzni, és akkor az egységeink tudnak közlekedni. Anélkül, hogy mondjuk összekötnénk hidakkal az egyes szigeteket. Aztán vannak itt még védőmágiák, és a szigetek menedzselésére szolgáló mágiák. is például, és ez egy nagyon fontos aspektusa a Driftlandnek, hogy a szigeteket mozgatni tudjuk. És... Például én ezt a szigetet itt most felfettem, és látom, hogy itt nagyon sok fa van. Hát szeretném egy kicsit közelebb hozni a szigetet, és akkor így ö, bizonyos megkötésekkel, de elég jól lehet ezeket mozgatni és akkor így elindul a sziget az irányomba, ahova szeretném, és a játék egy része bizony arról szól, hogy ezeket a szigeteket így a megfelelő helyre mozgassuk, sakkozzuk. Egészen addig mozgatóak a szigetek, amíg nincsenek összekötve egy híddal, és hát ezért nagyon fontos a hidak szerepe a játékban, amint megépül a híd, úgy a sziget nem lesz mozgatható többet, amíg a híd el nem pusztul. Ez majd inkább a harcoknál, illetve a terjeszkedésnél lesz majd fontosabb. Egyébként itt tényleg, tehát a, a mágia által készül el minden, itt is látjátok ilyen varázs kalapácsokkal eszkábálják a hidat, úgyhogy tényleg minden így a varázslatra van kihegyezve ebben a játékban, és hogy a varázslók urálják ezt az egész földet. Na, amit látunk még, igen, itt van egy tutorial gömböcske, az annyira nem is érdekes. Itt viszont fölül, itt, itt látjuk a különféle nyersanyagainkat, és majd a különféle egységeket is innen tudjuk majd menedzselni, illetve hogy majd mindjárt bejön, hogy ki, hol, merre dolgozunk. Közben azért elkezdek így házakat felhúzni, hogy azért haladjunk is valamennyit. Ebbe fognak lakni az emberek, és akkor itt az első ilyen nagyon fontos nyersanyag, az a populáció. Ez a szokásos, hogy hány parasztunk lehet, és a parasztok két részre oszlanak, illetve hát inkább három, vannak a munkások, azok dolgoznak a különféle épületekben, és hát attól függően, hogy hogy osztjuk be őket, hogy egy épületbe a maximális mennyiségű munkást küldjük, annál hatékonyabban dolgozik majd az épület, viszont akkor kevesebb lesz így a polgárunk, akik meg az adót fizetik nekünk, illetve a harmadik kaszt pedig a harcosok, akiket így besorozunk majd mindenféle harcos egységnek, és igen, meg is épült, és akkor most növekszik a populációnk, 20-as lett a maximális limit, itt látjuk, hogy hány házat tudunk építeni, és így hát szigetenként eltérő, hogy hány házat tudunk felhúzni, hát erre most itt több valamiért nem fér ki. Ja, mert csak kettő fér erre a szigetre, jó, akkor ez az én hibám. Igen, erre a szigetre viszont még egy házat fel tudunk húzni, úgyhogy ezt is tegyük meg. Mellette nagyon fontos a kaja. Hát, hogyha ez így negatívba megy, az nem jó, mert éhezni fognak a szerencsétlenek, úgyhogy már is rögtön egy szántó földet ide lehelyezek, és akkor ez majd kaját fog nekünk termelni. Kicsit azért begyorsíthatjuk az időt, mert azért már kicsit ügyesebbek vagyunk. És végül, de nem utolsó sorban az arany. Tehát ez is legyen lehetőség szerint mindig pozitívban, mert ez kell majd az egységek felbéreléséhez, illetve az épületek fenntartási költségét is ebből fedezzük. Jó, elkészült a farm. Na most megjelent itt egy csúszka, ezzel oszthatjuk be, hogy az embereket hogyan osztjuk el, így a különféle ilyen termelő épületek között, és így igazániból ide érdemes minél több munkást küldeni, mert annál több kajánk lesz, de hogyha mondjuk megszorolunk, vagy éppen nincs akkora nagy szükség egy adott épületre, hogy maximális hatásfokon üzemeljen, akkor lecsökkenthetjük ezt, és akkor láthatjátok, hogy így mozgatom, ott fölül a kaja mennyiség is változik, és ezzel párhuzamosan a pénzmennyiség is. Tehát minél több munkásunk van, annál effektívebben termelik mondjuk a kaját, vagy akár a többi nyersanyagot, viszont annál kevesebb polgárunk lesz, akik fizetik nekünk az adót, tehát akkor így a kincstár bevétele csökken. És akkor ezzel lehet például nagyon ügyesen sakkozni. Na, itt fölül még további nyersanyagok láthatóak. Mana, ez ugye a varázslatokhoz kell. Fa, fém, vagy nem, kő, ez szén, ez fém, ez gyémánt, ez pedig rubint, hát ez a különböző épületekhez, fejlesztésekhez, speciális egységek toborzásához fog majd kelleni, minél fejlettebb valami, ugye annál több minden és annál változatosabb nyersanyagok kellenek majd hozzá, itt lehet az időt állítani, gyorsítani, itt pedig láthatjuk a reput, hát gyakorlatilag, hogy mennyire vannak megelégedve velünk így a népünk, és hát minél elégedettebbek, annál több adót fizetnek nekünk, annál szívesebben fizetnek nekünk adót, ugye, és erre is érdemes odafigyelni. Hát az éhezés az nem tesz ennek jót például, vagy a túlnépesedés. Tehát ez erre a két dologra érdemes figyelni. És végül, de nem utolsó sorban, itt vannak ilyen progresszió pontok, amiket ilyen perkek vásárlására tudunk előni, és ezek ilyen nagyon erős passzív bónuszokat biztosítanak a birodalmunknak, szóval ezeket is tudjuk fejleszteni szépen. Na, jelen Ja, még egy fontos dolog. Minden sziget egy önálló entitás saját nyersanyagokkal, és ezeket a nyersanyagokat most ott középen láthatjátok, hogy erre a szigetre kettő házat, 312 fát és 455 követ tudunk majd innen kisajtolni, és ezek a nyersanyagok végesek. Illetve van ott még egy kérdőjel, és itt jönnek a képbe a főépületből toborozható felfedezők, ugyanis itt megadhatunk, ilyen parancsokat, hogy nézzék meg, hogy az adott szigeten mi található. Tehát így ilyen geológiai felfedezéseket, feltárásokat végeznek, és ezáltal még további nyersanyagokat találhattak nekünk az adott szigeten. És akkor itt szépen megy oda az egység, és itt elvégzi szépen a feladatát, illetve még egy szigetet felfedező körútra is be beállíthatunk, és akkor ha van a szigeten bármilyen izgalmas dolog, például itt van nekünk, egy kincs, meg még egy kincs, akkor ezeket így szépen kihántják nekünk. És az a jó, hogy a katonákat is be lehet egyébként ilyen felfedező körültre fogni. Tehát majd ez hasznos lesz később, ha majd lesznek katonáink például. Oppá, viszont ö, kezd kevés lenni a kaja, úgyhogy én most gyorsan még egy farmot még ide megpróbálok felhúzni. Nem, nem próbálok meg, mert nincs elég helyem. Viszont azt nem akarom, hogy elfogjon itt a kaja teljes mértékben. Na nézzük itt mi van. Itt elég sok fa van, úgyhogy ide egy ilyen termelőt, azt már így rakok, tehát egy favágót. Ó, és úgy tűnik, hogy itt találtak fémet, úgyhogy ide már egy fémbányát is tudunk majd rakni. Igen, ez az erdő reprezentálja, hogy itt nagyon sok fa van, tehát hogy így vizuálisan mutatja nekünk a játék, hogy mit, mire számíthatunk az adott szigeten. Itt pedig majd nagyon sok kő lesz, úgyhogy ide majd egy ilyen kőkitermelőt fogok ide felhúzni. És látjátok, hogy elkészült így a favágó, ide is küldhetjük az embereket, hogy menjenek szépen fát vágni nekünk. Most amire nagyon nagy szükségem lenne igazság szerint, az inkább majd egy újabb szántóföld. Jó, hát ezt elbontom. Ott vannak ilyen kis tereptárgyak, de ezt elbonthatjuk, és akkor lesz gyorsan 60 kövünk. És akkor oda lehet még egy szántóföldet rakni. Na, akkor fejlesszük szerintem a kastélyt. És akkor ott szépen látjátok, elkezd így szépen nőni. Egyre magasabb lesz, új tornyok nőnek ki így a semmiből. És hát a, a fejlesztéssel nő nekünk itt a hatósugarunk, hogy mekkora teret látunk be, illetve hogy a varázslataink milyen messze érnek el. Na látjátok ott megnőtt és ez a, ez a varázserünknek a hatósugara. Például ezt a mindent látó szemet most több helyre megpróbálom így kiszpemmelni. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet így a környező szigetekkel. Na, ott is vannak izgalmas dolgok. Ezt a kis szigetet is. Na például ezt a kis szigetet Hozzuk el, hát idáig talán, el tudom, el tudom hozni. Ja, idáig el tudom hozni, és akkor így megindul a sziget. És akkor majd össze tudom kötni a fő, a fő szigettel. És akkor át tudok menni rá majd szépen termelni. Jó, hát az ott szépen elakadt, de mondjuk ha ezt a szigetet meg egy kicsit arrébb mozgatom most, akkor talán a másikat, jó most elfogyott a manám, úgyhogy most várni kell egy kicsit amíg termelődik. Jó, ezt vajon most elér? Nem, nem, nem látok rá, mindegy, addig legalább növekszünk. Na viszont a kastély fejlesztésével elérhetővé vált a következő fejlesztésű farm. És akkor ott szépen egy búzakalászmezőt így elnyelnek és helyette mindjárt egy malom fog előtűnni és akkor így egy farmon sokkal több munkás tud majd dolgozni. Na most ez helytakarékosság, illetve a játék korai szakaszában ugye nagyon fontos, hogy a megfelelő fejlesztési sorrendet azt így kövessük. Máskülönben hát elég gyászos sora lesz a kis prosperáló kolóniánknak. Jó, szerintem a házakat is fejleszthettem most már, mert lesz elég kaja, hogy etetni tudjam a népet. Illetve ide meg hozok szépen munkásokat követ törni. Jó, most látjátok, most negatívban ment, mert nincs elég polgárom, hogy fizessék nekem az adót. Illetve ide is küldenék embereket feltárásra. Jó, a kincseket itt már összeszedték, nagyon helyes itt még folyik a feltárás, és jelenleg ezen a szigeten még nem találtak új nyersanyagot, hogy nézem. Jó, szóval ide is átmehetnénk, mert itt viszont nagyon sok hely van, és ide három házikót is tudnék építeni. Most az egyetlen dolog, ami érdekel, hogy nincs -e itt valami gonosz egység, de úgy tűnik nincs. Jó, akkor ide mehetünk is. Kincsek azok viszont vannak dögivel, úgyhogy szerintem át is küldöm oda a jó népet. Híd segítségével. Ami nekem egyébként még így nagyon tetszik, tulajdonképpen tényleg ilyen nagyon kis kompakt a játék, tehát így többfajta vetülete van, sok mindennel lehet benne foglalkozni. Van külön fejleszthető épület, fejleszthető egység. Ja, hát az egységekről még nem is szóltam, itt az ide szerintem készítsünk egy barakkot valahova. Hát mondjuk így ide, itt lesz a katonaság. Tehát, hogy az egységek szintet lépnek, sőt, lehet neki találni különféle fejlesztett eszközöket, vagy akár kincseket is így ezekből a ládikákból. Szóval tényleg nagyon kis komplex a játék, és ráadásul így próbáltak mindenki kis apróságra, még vizualitással is fog gondoskodni. Szóval ez nekem így külön tetszik, még szimpatikus. De ami még tényleg tetszik, hogy itt van ez a nagy térkép, és innen is tök jól lehet menedzselni a játokat. Té tényleg ilyen kis intuitív, így látunk minden fontos dolgot, és innen is könnyű szerrel tudjuk mondjuk így az egységeket toborozni. Igen, a barak is majd fejleszthető lesz, és akkor a fejlesztés által ez is így kiterjeszti a hatósugarunkat, illetve több páncélja lesz, és több egységet tudunk belőle toborozni. Hát jelenleg írja, hogy kettő egységünk lehet, kettő hősünk, de hogyha fejlesztünk a barakon, akkor akár már három is lehet. Egyébként az egységekről még annyit érdemes tudni, jó, ide is küldünk majd egy feltáró alakulatot, hogy közvetlenül nem tudjuk őket irányítani, csak is kizárólag közvetve. Tehát ilyen feladatokat oszthatunk ki, és akkor a legközelebbi arra alkalmas célszemély az oda megy, és így elvégzi nekünk a munkát, legalábbis reméljük. Illetve ezeket még tudjuk priorizálni azáltal, hogy mondjuk több pénzt fizetünk azért, hogy valaki ezt megcsinálja. De tényleg az egységekre más ráhatásunk nagyon nincsen. Mi tudunk maximum beavatkozni egy Dungeon Keeper módjára, egy varázslatokkal több kövesebb sikerrel. De egyébként tudunk még iászokat csinálni, és varázslókat is, ami nem egy rossz móka, és az egységeknek még különféle fejlesztéseket is adhatunk, hát ezekkel kapnak, kapják meg a felszereléseket, amik által elősebbek lesznek. Most szerintem én hozok még egy egységet, most talán még jól is állunk egyébként pénzügyileg, kajával is úgy, hogy hadd szóljon ide is három házikó, Váráskalapöcs az dolgozik. Na, és ide például egy malmot teszünk, és ezáltal sokkal hatékonyabbak lesznek a szántóföldjeink, kajatermelés véget, és a malmot is tudjuk fejleszteni. Na, ez például a sziget szélére épül. Ez egyrészt azért jó, mert elfér, tehát nem a sziget belsejére, másrészt meg szerintem tök hangulatos és jól néz ki, hogy ide a sziget szélére is életet teremthetünk. És egyébként többfajta épület is van, ami így a sziget szé szigetek szélére épül meg. Jó, most úgy... Eléggé elkezdett így csökkenni a bevételünk, és valószínűleg most, hogy így... Születnek majd itt az újabb telepesek, majd nőni fog a kaja igény, úgyhogy ezt kezdjük el fejleszteni, ezt a második szántóföldet is. De viszont kellenek az emberek, mert különben nem lesz pénzünk. És igen, tehát egy ilyen szép, lassú, meggondolt, kimért játékmenetbe tudjuk így folyamatosan fejleszteni magunkat, míg aztán egy ponton felfedezzük az ellenfelet, aki valahol a térkép másik végében leledzik, és akkor valahogy tervet kovácsolni arra, hogy hogyan fogjuk őt gazdaságilag megnyomorítani, hogy utána szépen ráküldjük a katonasságot is. Vannak egyébként semleges NPC-k is, sasok, orjás hollók, meg helyenként sárkányok akik így terrorizálják a mi prosperáló földünket de lehetőség van ezeknek a fészkét így leverni és megszelidíteni őket, tehát majd lehetnek sárkány is, ami meg megint csak egy nagyon király dolog szerintem. Na, itt már van például egy barbár úgyhogy erre mindenképp rá kell majd uszítanunk valakit és ezen a földön... Ó, mi történik? Na, csak emlegetni kellett, egy vatsas megérkezett. Hát ezt verjük már le. Meg is próbáljuk meg, ezt megjavítsuk meg. Ó, viszont fogy a kajánk gőzerővel, hát akkor adjunk neki. Adjunk a kaja termelésnek. Lényeg az, hogy mindig minden tartsunk pluszba. Jó, itt folyik a feltárás. Na nézzük, mi lesz szükségünk. Igazából fejlesztenem kéne megint ezen az épületen. Ez viszont szükségünk lesz egy piacra. Ki van ezt találva ez a tech tree egyébként? Nagyon szépen. Jó, ehhez meg még pénz kell. Jó, az gyűlik majd szépen. Jó, úgy tűnik, hogy a Sas sikerült elhesegetni, de valószínűleg vissza fog térni. És repül egy másik sziget irányába, ami, hát valószínűleg ez lesz. Hát megpróbálom én ezt a szigetet így bemérni. Így itt. Aha, aha. Ott a sasfészek. Jó, akkor ezt a szigetet szerintem már így ide is hozom. Ne kelljen olyan messze repülni a saspadárnak, hogyha engem akar terrorizálni, értitek? Aztán majd gyorsan be, be is kötöm ezt a hálózatba, hogy véletlenül sem mozgassák el tőlem. Jó, mi kell még a piachoz? Egy kis pénz. Jó, jó, az mindjárt meg lesz. Jó, ide jön a piac és akkor majd fejleszthetem a kastélyt is. a rigó. Jó, szerintem ezt is így bekötjük mindjárt. Nem kötjük be. Kevés az arany. Aranyészség van, jelentem. Na, akkor most szerintem még... Ja, ezt sincs pénzünk fejleszteni. Na se baj, de megépült a piac tér legalább. Jól van. Mivel a játék elég lassú, úgyhogy én most megkímélnélek titeket egy hosszasabb fejlesztgetéstől, és akkor mindjárt visszajövök, amikor már egy kicsit előraladottabb fázisban van az egész telep. Úgyhogy pillanat, és re. És itt is volnánk egy eléggé kimaxolt kolóniával, amiben hát egy ilyen bő 3 4 órát pakoltam még bele, hogy így elbúcsúztam az előbb. Na, de itt volnánk fullosra maxolt kastély, dús, legelők, búzemezők, amiket egy kicsit meg kéne javítanom, mert párszor rajta ütöttek. És itt vannak a saslovasok, illetve van itt valahol egy sárkánylovas is. Á, itt is van. Találtam egy sárkányfészket, és akkor így befogtam rá Azár Irritant, hogy legyen ő a sárkánylovasom, és ez, 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 ez egy elég bedes dolog. Na, és látjátok, tehát így eléggé kiterjedt lett így a szigetcsoportom, amiket így összekötögettem kötögettem így hidakkal, és én most bízom benne, hogy van elég egységem ahhoz, hogy így lerohanjam az itt felfedezett elf kolóniát, úgyhogy én ide pakolok egy ilyen portált így ide rögtön az egységeimnek. Megnyílik a portál, és azt mondom nekik, hogy hát így jöjjenek ide, és vegyék támadás alá ezt az egészet, és fizetek nekik sok pénzt ezért. Nem keveset. Na, és megjöttek a mágusaim. Hoppá, és elkezdték őket támadni nagy erőkkel. Na, ez például annyira már nem jó, Szegény, menjél haza, jó, gyógyuljál. Ja, valószínűleg ezek a tornyok lövik őket így. De semmi gond, mindjárt megjönnek a sárkánylovasok, illetve a saslovasok. Meg is remélem. Oppá! Jó, megjött az ijász. Ájj, és az elfek is itt vannak. Jó, hát itt keményen védik ezt a részt. Minden esetre én most mindent elkövetek azért, hogy ezt megpróbáljam így most leigázni. Még hogyha ez az egységeim életébe is kerül. Na jönnek a mágusok. Ó, és nekik is vannak már repülőrigóik. Oh, Jaj, ez nem jó. Na, oh, megjött a sárkányom. Na, erre kíváncsi vagyok viszont. Jó van. Toljad neki. Jó, itt van a többi egység is. Jó, jönnek az én sasaim. Tiszta gyűrűk ura. Na és ez egy ilyen passzív háború, lényegében itt most csak mozizunk, illetve felszámolhatjuk az egész akciót, hogyha így nagyon vesztésre állnánk. De úgy tűnik, hogy sikerült ott megfutamítani az első rigót. Hoppá! És igen, szintlépés hegyek. És ez a Sige sziget sem fog már így sokáig tartani, úgy nézem. Ja, most így jönnek az egységek az elf egységek, és ott, ó, ott a hidon nagyon sokan jönnek. Na, itt most ádászharcok harcok dúlnak. Itt remélhetőleg itt most sikerül azért így felülkerekedni. Igen, itt vannak az egységeink, őket itt nem tudjuk menedzselni egyébként. Jó, azért a sárkánnyal már nem annyira tanácsos így újat húzni. Így rendre pirongatja ott az elfeket. Hát az egy repülő sárkány lovassal szemben így a kis földi halandóknak nem is sok esélye. Jó, és már menekülnek is. Nagyon helyes. Ez a sziget a lesz. Opa, még egy torony. Ja, még egy torony úgy tűnik. Na és úgy tűnik, hogy hetes szintre lépett szintet. Sárkánylovasom, és itt ezt a tornyot is most így megpróbáljuk leamortizálni elég rendesen. Jó, csak a rend kedvéért megpróbálom még idehozni a maradék egységet, illetve visszamenekíteni. Hát itt még, itt még mire ellik, aha, további egység, azért rendesen be vannak védve az elfek. Tornyokat húznak föl minden vonnan. Na, úgyhogy ezt tudja a fiúk, lányok a Driftland. Egy lassú, fekiteki kis stratégiáról van szó. Ugyanakkor én nekem az az érzésem, hogy a játék kellően komplex ahhoz, hogy izgalmas legyen, már csak tényleg több content kell hozzá, illetve még a fennmaradó két faj, és akkor szerintem ez egy egész jó deal. Azt senki se gondolja, hogy ez egy ilyen a stratégia lesz, tehát ez egy kis független fejlesztésű játék, annak viszont szerintem nagyon is korrekt, és azt a 19 eurót bőségesen megszolgálja. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Addig is jó sárkánylovaglást kívánok mindenkinek. Sziasztok! Hú, csak a sasom meg ne halljon! Ú, menekülj, menekülj, menekülj! Jól van. Jó, el tudnak innen még menni? Ja, a portál még él, eddig élt a portál. Jó, a mágusomnak meg haza kéne jönnie. Van még egy íjászom. Mennyi hp van egy ilyen sasnak? 800, és mennyi van a sárkánylovasomnak? 2400, hát az úgy. Háromszoros túlerő, azt hiszem rendben leszünk. És elfut, elfut! Hát ennyit a nemes elf harcosokról.